Nagy volt a forgalom a vízicsúszdán a 32 fokos rekkenő hőségben. Sokan döntöttek a szekszárdi családbarát és élményfürdő mellett, ami június 5-től egészen szeptember elejéig ismét nyitva áll a csobbanni vágyok előtt. Idén számos újdonsággal találkozhatunk a strandon. A szezon előtt több mint 500 négyzetméter napvitorla felületet telepítettünk. Egyrészt a vendéglátóegységek előtti teraszokra, másrészt pedig a csúszda torony melletti füves területre, hiszen az építkezés miatt a vendégek egy kicsit arra a részre kényszerülnek, és ott nem volt természetes árnyék és növényzet. Ezen kívül pedig, ami még változás az idejében, az a jegyár és kedvezményrendszer. Így már nem délután 3 órától, hanem 5 órától lehet a délutáni kedvezményt igénybe venni, ám a jegyeket este 7 óráig van lehetőség megvenni, addig van nyitva a jegypénztár. A belépők ára egyébként átlagosan 10%-kal lett drágább, ám a 3 év alatti gyermekeknek ingyenessé vált a strand. Továbbá a gyermek, diák, nyugdíjas és a szekszárdi lakcímkártyával rendelkezők kedvezménye továbbra is él. Újdonság még, hogy a büfét más üzemelteti 2018-tól, és a vendéglátó egységek kínálata, a büfé bútorzata is megújult, és most már itt is napvitorlák biztosítják az árnyékot a vendégek számára. A vezetők arra fókuszáltak, hogy az új úszoda építése miatt csökkent területen sem szenvedjenek semmiben hiányt a fürdőzők. Idén is színes programokkal készülnek a fürdőnapokra, a strandkézilabda bajnokságra és a világbajnokságról sem maradnak le a sportrajongók, ha a strandról követnék nyomon. Az új árakról, kedvezményrendszerről, valamint a fürdő programjairól a fürdő honlapján lehet tájékozódni.